Nem egy szokványos próbafolyamatot tudhat maga mögött a Móricz Zsigmond Színházban március 11-én bemutatásra kerülő Frankenstein című előadás. Balázs Zoltán rendező azt mondta, az volt a célja, hogy a színészek ne csak a saját szerepeikre koncentráljanak, hanem az egész előadást tartsák szem előtt. Ezért az olvasó próbán a színészek ezúttal nem tudták, ki melyik szerepet fogja játszani. Én egyáltalán nem úgy dolgozom, ahogy a klasszikus munkamódszer megkívánja, tehát nincsenek rendelkező próbáim, nincsenek 27-szer összpróbáztatott események, tehát magyarul nem arra appellálok, hogy a rutin meg a begyakoroltság hozza meg a színész biztonságát, hanem én a szellemére, a lelkére, a figyelmére appellálok, és hát ez a fajta hármas, ez egy másfajta munkamódszert igényel, sokkal alaposabb, pontosabb, geometrikusabb, tudatosabb, ilyen szempontból a belső mozgásokat, a belső átváltozásokat jobban generáló munkapróba és folyamat. Tehát igazából az volt számukra szerintem az érdekes, hogy nem azzal a biztonsággal indultak neki az olvasópróbának, meg a próbafolyamatnak, hogy mindenki tudta, hogy akkor én Viktor vagyok, vagy a kreatúra vagyok, vagy én vagyok Elizabeth, vagy Clarice, és akkor innentől kezdve csak arra a problémakörre fókuszálok, ami az én szerepalakommal kapcsolatos, hanem hogy mindenki érdekes lehet, amíg meg nem tudja, hogy pontosan kit fog ő megfogalmazni, és így a kontextusát, az egészet, a tartalmát próbálták megérteni, átlátni, magukévá tenni. Tehát ez egy sokkal intenzívebb, elmélyültebb, integratívabb figyelmet igényelt részükről, és ezért az egész egy szimbiotikusabb jelleget kapott, ebben bízok. A rendező számára kiemelten fontos volt, hogy a jeleneteket a lehető legaprólékosabban kidolgozza. A színészek játékát sajátos mozgáselemek, zenei atmoszférák, látványos jelmezek és mozgatható díszletelemek támogatják. Én azt gondolom, hogy az érzékszerveinkre is hat a színház, vagy főleg arra hat, és a mozgás, a beszéd, a ritmus, a gondolat, a szándék, a zene, a látvány, ezek együtt hozzák meg a nézőben azokat a fajta ingereket, amelyek aztán őket egy saját utazásra invitálják. Azt szerint, hogy milyen kultúrájú, vagy milyen gyermekkorú az adott néző, vagy milyen az ő jelenlegi élete, vagy milyen a kora, neme, stb. Szóval, hogy ez egy ilyen tudatos impulzus részemről. Balázs Zoltán úgy fogalmazott, az előadás nézői egy eltorzuló személyiség jellemrajzának különböző stációit láthatják, amely nem csak a főszereplőt érinti, hanem az egész együttest, mivel az ő jelenlétük táplálja a főhőst, akivel így módon folyamatos kölcsönhatásban vannak. A rendező azt mondta, nagyon felkészült és lelkiismeretes művészeket ismert meg a közös munka során. Én azt gondolom, hogy ők egy rendkívül nyitott, nagyon felkészült, nagyon pontos, lelkiismeretes együttes tagjai, mármint a színészek, és ők ezt szerintem a befejezetlenségével együtt fogják egyre inkább befejezetté tenni. Tehát a tökéletlenség mindig része a tökéletességre való törekvésnek. A különleges vizuális és akusztikus megoldásokat is ötvöző előadás alapjául Nick Dear nagy sikerű Frankenstein feldolgozása szolgált. A Jászai díjas rendező elmondta, az előadás az ember lényegét érintő örök kérdéseket feszegeti, amelyekre azonban a nézőknek kell önmagukban megfogalmazniuk a válaszokat.